Mielőtt felolvastam a mai történetünket, hadd legyek egy kicsit személyes, mert nem sokféle érzést kavarok. Egyrészt bennem az aggodalom Gergőért, hogy meggyógyuljon, hogy minden rendben legyen vele. Másrészt a csalódottság, nagyon szívesen hallgatnám most őt. A harmadrészt az izgatottság, hogy hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog átmenni abból, amit én majdnem folyamán megértettem az igéből. Egy nagy reménység bizodalom Istenben, hogy ezt Gergő az ő kezében van, jó helyen van, meg az orvosok kezében is, és Isten egy ajtó keresztül is gondoskodik Gergőről. Másrészt az a bizodalom, hogy hiszem, hogy a Szentlélek szól mindenkihez. És hogyha nem is úgy, és nem is azt, amit Gergő készített el, hanem amit én most el tudok mondani azon keresztül. Ahogy az elhangzott, kicsit humorosnak keresztül az ugyanaz, de most csak Gergőt lehet hallani, csak a másikat. Illetve a történet is ugyanaz, amit a Farkas Gergő választott a mai estére, vagy a tegnap este, és az a történet hangzott el a bűnösök megmosolja Jézus lábát, amit szintén ő választott. Most Jézus és a házasságkori asszony történetét olvasunk fel János evangéliumának a 8. részéből, annak is az első 11 verséből. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá seregett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasság törésén értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tette nektek. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövessük meg az éneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolni őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. Amikor tovább is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik, aki bűntelen közületed, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, és a lényeg. Egyedül ő, meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé nem étkezz. Én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé nem étkezz. Amen. János evangéliuma azért izgalmas a számomra, mert sokkal különbözik a másik három, ez egy szinoptikus evangéliumoktól, Máté, Márk, Lukács evangéliumától. János nagyon sajátosan ír, nagyon sajátos szóhasználattal, gondolatvilággal, és ami még egy kicsit ilyen plusz extra ebben az evangéliumban, hogy János evangéliumában felfedezhetjük a korabeli görög drámáknak a különféle elemeit. Mondhatni szinte tudatosan úgy szerkesztette meg János az egész evangéliumot, és külön-külön minden egyes történetet, hogy abban van valamiféle dramaturgia, ami nagyon-nagyon hasonlít, vagy szinte teljesen megfelel a korabeli görög drámák menetének. Ebben a mostani drámai történetben is hasonló elemeket vélhetünk felfedezni, és először egy kicsit a szereplőkről szeretnénk beszélni. Ugye vannak a farizeusok ebben a történetben, és írástudók, aztán ott van ez a házasságtörő asszony, akit tetten értek, és ott van maga Jézus. Ezek a farizeusok, írástudók a legvallásosabb, a legjobb, kegyességgel bíró emberek voltak, ha lehet ezt mondani róluk. Mondhatni, betartották az összes vallási előírást, rengeteg törvényt, szabályt, mindenre odafigyeltek. És az ő hitük szerint azért volt ez fontos, mert majd, amikor minden egyes zsidó ember úgy tartja meg a törvényt maradéktalanul, ahogy kell, ahogy ezt ők csinálják, akkor fog eljönni a messiás. Ebben nagyon-nagyon hittek, és mindent ennek rendeltek alá, és mindent ez határozott meg az életükben. Ők voltak a korabeli vallásos emberek a legjobb példái. Őket ki lehet állítani, na, ilyen az igazán hitű zsidó ember. Nem nagyon lehetett rajtuk fogást találni a mózesi törvények szerint, vagy az Ószövetség iratok alapján. És hát
azt a tettenén házasságtörő asszonyt oda rángatják a templomba, Jézus elé, és meg akarják kövezni, szintén a mózesi törvények szerint. Mondhatni, igazságosan és törvényesen járnak el, az akkori kor vallási szokásai szerint. Nincs ezzel semmi baj, hát így kellett ezt csinálni. Az akkori jogrend ezt írta elő. Azonban én nagyon érdekes ebben a történetben, hogy ők a törvényt, a maguk igazságát képviselik, és nem az irgalmat. Tettenérés következménye halál. Nagy kérdés az számunkra, hogy már rengetegszer olvastam ezt a történetet, és mindig előjön ez a kérdés, és sose találom a választ, hol rendben az asszonynak a férje? Nem védi meg a feleségét, vagy talán ott áll a többiek között, és ő is meg akarja vezetni. Ki tudja, hogy hol van a férje? Nagyon furcsa ez a történet, így, hogy csak egy asszony, akit tettem, meg hogy értéktettem, miért értéktettem. Talán valaki éppen olyan szándékkal akar bemenni hozzá, és más valakit talált az ágyába, ezért aztán úgy gondolta, hogy joga van a törvényre récitálni. Nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy itt vannak ezek a vallásos alkuszgó emberek, és valamiért ezt az asszonyt meg akarják ölni. És nekik igazuk van, és jogos és törvényes, hogy tenni akarnak. Eszembe jutott erről a hozzáállásról, erről az igazságnak a hangoztatásáról, hogy Jézust is megkérdezik, na este mondd meg, ugye jól teszünk. Meg kell kövezni ezt az asszonyt. Eszembe jutott erről a gyülekezeti nyári táborunknak az egyik előadása, talán azt a Matilda tartotta ezt, amiben bejátszott egy rövid kis videót a Lápolgár társulatnak az egyik jelenetéből. Az egyik szereplő Lára András játssza éppen a jelenetben Besenyő Pista bácsinak a kis jelenetét, és úgy mutatkozik be, hogy Besenyő már megint igazán van István. És arról beszél, hogy neki már megint, azaz mindig igaza van. És vicces ez a jelenet, érdemes otthon megnézni esetleg. Nagyon jól megmutatja, hogy mennyire ki lehet fordítani azt, hogy hogyan is viselkedünk mi. Hogy mennyiszer gondoljuk azt, hogy már pedig nekem igazam van. Már pedig akkor is igazam van, bármit mond a más. Nekem jogom van, nekem jusson van, és így tovább. Csak az ezzel a gond, hogy az ember igazsága, jelen esetben a farizeusok igazsága, a hétköznapokban az én igazságom, az nem az Istennek az igazsága. És ezért nem lehet soha teljes igazság, ha ezt tovább gondolom, az mindig csak részigazság lehet, még tovább gondolva lehet, hogy éppen hazugság. Jézushoz viszik. Jézushoz rángatják, Jézushoz taszigálják, löklösik ezt az asszonyt, és azt mondják, hogy na este, te mit mondasz el? A korabeli időkben a zsidó tanítók úgy vitatkoztak, hogy különféle fogós kérdéseket tettek fel egymásnak a Tórával kapcsolatban, ki tud meg jobban megfelelni. Olyan szellemi kis párbaj, kis törvívás volt ez. Itt azonban sokkal tovább mennek, mert ahogy leírja János, azért csinálják ezt, hogy Jézus meg tudják valamivel vádolni. Uram, bocsánat, azzal a gyilkos lendülettel akár őt is meg tudják ott helyben kövezni, ha felmenti az asszony. Ha meg azt mondja, hogy a törvénynek igaza van, akkor hiába paparít az Isten szeretetéről, hogy beszél arra, amiről beszélnek, teszik csodákat, akkor is a mózesi törvényeknek, azaz nekünk van igazunk. Próbára teszik Jézust, és kiderül, hogy az igazságok mögött ott van a gyilkos indulat, ott van a harag, ott van a hátsó szándék, ott van a gyűlölet. Érezzük, hogy mennyire hazug az a viselkedés, amit ők ott képviselnek. És hogyha ránézzük, hogy mi van a saját igazságunk mögött, akkor lehet, hogy mi is felfedezzük ezeket a nehéz érzéseket, ezeket az indulatokat. Tegnap este történt meg velem, én is csodálkozom, hogy hogy történhetett. Ültünk a vacsoraasztalnál a gyerekekkel, az egyik gyerek kedi magának margarinnal a kenyeret. Látom, hogy túl sokat vett a késre, nem lesz az úgy, szólok neki, hogy nem úgy csinál. De, mintha meg se hallja, tovább csinálja, persze a margarinnak a nagy része végül a ruháján kötött ki. Én egyből felcsattantam, mondtam, hogy ne csinálj, nézd meg, hogy hogy jártál, most nézd meg, jön a ruháddal, stb. Jól lehordtam szegény gyereket. És azt gondoltam, hogy nekem igazam van, mert én ezt előre megmondtam, hogy ne csinálj. És miután magamat is megleptem ezzel az indulattal, elkezdtem gondolkodni, hogy oké, akkor most itt mi történt. És rádöbbentem arra, hogy hát egyrészt fáradt vagyok,
nem vagyok emiatt türelmes a gyerekekkel, másrészt meg éppen aggaszt azt, hogyha most hoztam meg az autót az autószeretőre, és még rá kell költsek még decemberben is egy csomó pénz, hogy az a hiba meglegyen rajta javítva, amit meg kell. És ezen gondolkodtam folyamatosan, és lettem egyre feszültebb. És nem a Margarinnal meg a gyerekkel volt gond, hanem igazából velem volt gond. Mi is van az én igazságom mögött? Mi is van a farizmusok igazsága mögött? Hát lehet, hogy éppen nem az Isten igazsága. Lehet, hogy valami olyan hazug dolog, olyan önző dolog, amivel jobb lenne erősebb az apja, amivel jobb lenne meg se állni Jézus előtt. Aztán itt van a történetben ez a házasságtörő nő, akit tetten értek. Nem tudjuk, mi az ő előtörténete. Az, hogy tetten érték, az azt jelenti, hogy megromlott a házassága, máshol kereste esetleg a vigasztalást, megcsúszott, ez van, előfordul az ilyesmi, vagy ki tudja, lehet, hogy kézről kézre adták őt a férfiak, és azt mindenki tudta, csak esetleg a férjének. Nem tudunk róla semmit, csak azt tudjuk, hogy tetten érték, in flagrante, azaz biztos, hogy bűnös. És rengeteg vádlója van. Egyértelmű, hogy neki meg kell halnia a mózesi törvények szerint. Nincs mentség, nincs kibúvó. És mit csinál ez az asszony? Ez az asszony igazából nem csinál semmit. Ott áll, vagy talán lehet, hogy már porba húrva ott ül, ott van összevonva. És tudja, hogy valami nagyon-nagyon rossz dolgot tett. És tudja, hogy ebből nem lesz menekülés. Őt mindjárt halálra fogják követni. Biztos, hogy volt benne a halálfélem, talán reszketett remegett is. Biztos, hogy vádolta magát, nem kellett volna engedni a csábításnak, hiszen tudta, hogy mi lesz a következménye. Az élet őt teljesen padlóra küldte. Tudja, hogy innen nincs kiút. Utolérte a bűne, és jogos az, amit vele akarnak tenni. Talán tudunk azonosulni ezzel az asszonyra, mert életünk folyamán is volt, vagy éppen van olyan helyzet, amikor érezzük, hogy hát ezt most nagyon benéztük, ezt most nagyon nem így kellett volna, és várunk bennünket a bűnünk, és nem tudunk mi sem mondani semmit. Vagy éppen olyan élethelyzetbe kerültünk, ami úgy bánt velünk, mint ezzel az asszonnyal, hogy a porba ültünk, hogy oda taszított, oda lökött, és nem tudunk rajta változtatni, és tehetetlenek vagyunk, és eszköztelenek vagyunk. És azt érezzük, hogy innen nincs kiút. Rajtunk már senki és semmi nem tud segíteni. Irgalomra szorultak vagyunk. És ebben a történetben nagyon érdekesen ott van maga Jézus is. Mindig különlegesen és mindig furcsán van Jézus jelen, és most is nagyon furcsán van jelenben a történetben. Az előzmény az, és ez egy nagyon izgalmas előzmény, hogy János leírja, hogy Jézus nem egyből a templomba megy reggel, hanem ő hajnalban korán felkel, és kimegy az olajfák helyére, kimegy a városból, kimegy az emberek közül egy olyan helyre, ahol csak ő van, és Isten, kimegy imádkozni. Az evangéliumokban nagyon sok olyan történetet találunk, ilyen félmondatokat, rövid mondatokat, hogy Jézus ekkor meg akkor, általában éjszaka vagy nagyon korán elvonult imádkozni, vagy egyedül, vagy csak egy-két tanítványt vitt magára. Most is ez történik, Jézus elvonult imádkozni. És Istennel van órákon keresztül. Nem elintézi egy-két szóval, egy-két perces imádsággal, hanem órákon keresztül imádkozik. Istenre figyel. Keresi, hogy ő mit akar tőle pontosan, hogy hogyan hirdesse az evangéliumot, hogyan hirdesse az Isten országát. De azt is mondhatnánk, hogy Isten fiaként az ő atyával volt. Időt töltött vele. Aztán pedig megy a templomba. Ennek is erős üzenete van. Nem félrevonul valahol a saját tanítványáról, hogy elkülönül, hogy azokkal, a farizeusokkal, meg írástudókkal, a tudjuk kikkel, én nem fogok azért egy templomba bemenni. Majd még külön, mert azért mégiscsak igazabbak vagyunk. Jézus nem ezt teszi. Bemegy a templomba, és bárki van ott, akár ezek a farizeusok, írástudók, akik folyamatosan kötözködtek vele, akik támadták Jézust, akik a fogást keresték, akár az őt figyelő tömeg, akár aki tényleg a tanítványa volt, bárki hallgatta Jézus, mindenkinek beszélt Isten országában, nem tett kivétel, mindenkinek hirdette, senkitől sem mondta meg. Ebben az is benne van, hogy bárki kiállt, és nem félt elmondani azt, amit el kellett mondania. Nem félt felvállalni a
hogy lesz valaki, aki megbotránkozik azon, amit ő mond és tesz. Hogy valaki emiatt őt lehet, hogy gyűlölni fogja, kritizálni fogja. És benne volt ez is, hogy Jézus tudta, hogy mi lesz a vége. Az, hogy a keresztet fognak. Az, hogy ezek az emberek, akik most még csak kötözködnek, még csak ide rángatják ezt az asszony, ezek az emberek oda fogják őt magát rángatni Pilátus elé. Jézus ott van és tanít, és egyszer csak megjelennek ezek a farizeusok, írástudók, elkezdik őt provokálni. Na itt van ez az asszony, Jézus, tetted értik, meg kell halni a mózesi törvények szerint. Te mit mondasz el? Mit csinál Jézus? Nem mond semmit. Gyakorlatilag egy szót nem szól hozzá, hanem lehajol, letérdel, legugor éppen, elkezd a porba rajzolgatni, írogatni, ki tudja mit. Nem is az a lényeg, hanem az, hogy ennyire figyelnek kívül hagyja az őt kérdezőket. És ezzel erőteljesen üzen nekik, figyeljetek, ebben engem nem fogok belevágni. Tudom, hogy milyen szándékból jöttetek ide, tudom, hogy mit akartok, de én ebben nem leszek veletek partner, nem fogok veletek vitatkozni. Aztán nem hagyják békén Jézus, tovább nyakadják, falgatják, és Jézus végül azt mondja, hogy jó, akkor mondok ezeknek valamit, és mond egy nagyon izgalmas mondatot. Aki bűntelen közületek, az vesse le az első követ. Aztán ugyanúgy lehajol, vagy talán letérdel, legugol, és folytatja ezt az írogatást, rajzolgatást a korba. Akinek nincs bűne, az vesse le a követ erre az asszony. És szinte el tudjuk képzelni, magunk előtt van, ahogy ott vannak a kövek a kézben, már talán melegen átmelegedve, hiszen annyit szorongatták már, hogy eldobása készen már talán feszültek az izmok is, hogy most fogjuk mindjárt jól megkövezni ezt az asszonyt. És akkor ezek a kövek egyszer csak elkezdenek a porba hullani, lepotyogni. És azok, akik szorongatták ezeket a köveket, akik oda rángatták ezt az asszonyt, azok megszégyenülve, csöndben elsomfordálnak. Talán harangol a szívükben, talán gyűlölettel Jézus irányában, hogy már megint ezt mondta, hogy már megint szentesítette őket saját magukkal, talán valódi szégyennel és pírral az arcokon, de elmennek. És Jézus ezzel az rövid egy mondattal és azzal, hogy aztán volt annyi lelkiismeret, hogy senki nem dobott követ, hanem elmentek, nagyon jól megmutatja azt, hogy nekünk is fontos üzenete van ennek a mondatnak. Hogy csak akkor ítélkezhetsz, ha bűntelen vagy. Egyébként nem. Csak akkor ítélkezhetsz a másik felett, akkor kritizálhatod, akkor húzhatod le, akkor szíthatod, akkor írhatsz róla olyan Facebook kommenteket, amilyeneket, ha te magad bűntelen vagy. Egyébként meg nem. És hát érdemes feltenni magadnak a kérdést, hogy akkor hogy is vagy te a haragosoddal? Hogy is vagy te a másikkal, akiről ezt meg azt gondolod? Hogy vagy azzal, aki lehet, hogy hónapokkal ezelőtt, de megbántott téged, és azóta is azért ott dédelgeted a szívedben azt a haragot, azt a neheztelést, azt a megbántottságérzést. És jókat tudsz te gondolni arra, aki téged megbántott, hogy ilyen meg olyan meg. Vagy éppen mi a véleményed politikusokról? Mi a véleményed arra, aki éppen kormányozó az ellenzékről? Vagy mit gondolsz a főnöködről? Vagy mit gondolsz a beosztottadról? Mit gondolsz arról a kedves rokonról, aki bányosról van, de más nem igazán? Jézus szembesít bennünket azzal, hogy nincs jogunk ítélkezni. Csak az ítélkezhet és ítélhet, aki maga bűntelen. Végül Jézus és az asszony maradott a templomnak azon az udvarán. Mindenki elmegy, mindenki elsomfordál, elkullognak, hiszen mindenki bűnös. És akkor történik egy nagyon izgalmas négy szem közti beszélgetés. Úgy is mondhatnám, hogy egy életet gyógyító négy szem közti beszélgetés. Az asszony ott van, a földre rogyva, és arra vár, hogy mi lesz vele. Azt látja, hogy az élet veszélye elmúlt, hiszen elmentek azok, akik őt meg akarják ölni, de hát itt van még Jézus. Mi lesz ebből? Hát simán ő is vállalhatja, aztán visszaíthatja őket, és aztán
meg fogják őt kövezni, vagy valami más súlyos büntetés szabnak ki rá. Jézus, amikor felegyenesedik és körülnéz, látja, hogy nincs ott senki, de ez is érdekes, azért csak felteszi a kérdést az asszonynak, hogy asszony, hát hol van a te vállalod, hova mentek? Jé, tényleg elmentek, jé, nincs köztük bűntelen, akár egy kis humort is felfedezhetünk itt Jézus részére. Tényleg, belátták azt, hogy ők is bűnös emberek. És az asszony nagyon érdekes, azt mondja, hogy senki uram, senki nincs itt uram. És ebben az uramban rengeteg minden benne van. Benne van az, hogy felismerte, hogy Jézus egy isteni hatalommal bíró ember, hiszen olyasmit mondott, ami meggátolta azt, hogy őt megéljék, hogy a teljesen jogos és emberi értelemben igazságos lett volna az, hogy ő meghalljon. És Jézus nem volt kardot, és nem fegyverrel kezd, és nem hívott katonákat, csak egyetlen mondatot mondott, és az asszony megmenekült. Érzi, hogy egy hatalmas ugrál áll szemben, és érzi a saját életének a bűnösségét, érzi a saját életének a hibáit, a hiányosságait, a vétkeit. Senki uram. És szinte kiváltozik a folytatás, a kérdés, ami nem mond ki az asszony, hogy Isten uram, de vádolsz engem. De akik vádoltak, azok már nincsenek itt. Mint hogyha talán már nem is vádolnának, holott megvan az én bűnöm. És amikor kiderül, hogy nincs ott már semmi, csak Jézus és az asszony, akkor Jézus mond egy nagyon fontos mondatot, az egyik legfontosabb mondatot János evangéliumában. Én sem ítélek el téged, menj el és mostantól fogva többé nem étkez. Én sem ítélek el téged, menj el és mostantól fogva többé nem étkez. Én sem ítélek el téged. Törvényvágó, bűnös vagy. Ebben a mondat részben ez benne van. Az, hogy Jézus nem ítéli, az nem azt jelenti, hogy nem bűnös. Nagyon is bűnös, és az asszony ezzel nagyon is tisztában van. De Jézus azt mondja, hogy nem ítélek el, én felmentelek, én megbocsátom a bűnödet. És ebben benne van az is, hogy én, az Isten fia, az egyedüli bűn nélküli ember, vagyok az egyetlen, aki ítélkezhetek fölötted, aki megkövezhetnének, aki megölhetnének téged. De nem fogom ezt tenni, hanem felmentelek, megbocsátok neked. És ebben az van benne, hogy az Isten bocsát meg neked. Isten vádolhatna téged a bűnödért, te is tudod, hogy hibás vagy, de mégis megbocsátok neked, felmentelek. Menj el! Éld az életedet! Menj és éljél szabadon, üzeni Jézus. Mert ami történt, az megtörtént, azon változtatni nem tudsz. De menjél, haladj előre! Ami mögötted van, az hagyd el. Éljél egy teljesen új és szabad életet. Mert Jézus megajándékozta ezt az asszonyt, a bűnbocsánatot túl ezzel az új élettel. Mert aztán később, ami már nekünk múlt, ő érte is meghalt a kereszten, őt is megváltotta. Elküldi, hogy az Istentől kapott új életet élje. De nem fejezi be, hanem hozzáteszi, és mostantól kezdve, ettől a pillanattól kezdve, többé ne védkezzél. Magyarul változzon meg az életed. Éljél egy új és minőségi életet, amit tőlem kaptam, mert most mentettelek meg a halálból. Jézus arra indi, hogy tagadja meg a régi bűnös életét, hagyja el és éljen teljesen új életet. Ne engedjen a vágynak, ne engedjen a csábításnak, ne az legyen, hogyha visszamegy, akkor idegen férfi a kegyét keresi, vagy a szeretője után vágyul. Vagy menjen haza és tegye rendbe az egészet. Mondhatnék, teljes életrendezésre hívja el ezt az asszonyt Jézus. Ezt adja neki feladatul. Mondhatni parancsolja. És az asszonynak el kell indulnia, és haza kell mennie, és bele kell nézni a férje szemébe, meg a családja szemébe, meg a szomszédok, meg a rokonok, meg a többiek szemébe. És fogalmunk sincs, hogy mit tett utána az asszony, hogyan rendezte az életét, és nem tudjuk, hogy mit mondott a férje, hogy megbocsátott neki, vagy elkergette otthonról. Hogy mit gondoltak róla az utcabeliek, hogy messze elkerülték, hogy kibeszélték a hátulat. Vagy azt mondták, hogy ha Jézus megbocsátott neki, mi is megbocsátunk. Kaptál egy újabb esélyt, mi is adunk neked egy újabb esélyt, mert mi is meg tudunk neked bocsátani. Nem tudjuk, hogy mi történt vele. Azt tudjuk, hogy milyen feladatot kapott. Hogy rendezze az életét, és egy sokkal minőségű életet éljen.
hogy ne a bűnös életéhez menjen vissza. Hú, most megmenekültem, ennyi volt. Talán legközelebb is megment engem Jézus. Nem, Jézus azt mondja, hogy ezt többet ne csinálj. Legyél te és ő. Az a tapasztalatom, kedves testvérek, hogy sokszor olyan az életünk, mint ennek a házasságtevő asszonynak. Hogy ott ülünk a borban, és várunk arra, hogy valaki majd csak megnyit minket. Valaki majd csak irgalmas lesz velünk. Várunk az Isten irgalmára, kegyelmére. Várunk arra, hogy az a változás bekövetkezzen az életünkbe. És Jézus nekünk is mondja, én sem vádolok téged, megbocsátom a bűneidet. Menj el, adok neked egy teljesen új életet, éljed azt, legyél szabad, legyél boldog ebben a tőlem kapott új életben. És téged is arra hívlak, hogy többet ne védkezzél, innentől kezdve, mostani pillanattól kezdve. Változzon meg az életed. Rendezd az emberi kapcsolataidat. Hogy most este ebből a templomból úgy menjél haza, hogy álljál oda akkor a családod elé, a férjed elé, a feleséged elé, a gyerekeid, a szüleid elé, és beszéld meg azt a talán régóta húzódó, vagy nem is a régi konfliktust és problémát. És bocsássál mindig, mert te kérjél bocsánatot. És tedd ezt a gyülekezeti tagokkal, akikkel esetleg nem vagy annyira jóban, és tedd ezt a szomszédoddal és a munkatársaddal és így tovább. Jézus erre hívott meg, és talán ez a legnehezebb az egészben. Szeretem a rádió kabarét, és szeretem a stand-upos humoristákat, és nagyon sokat szoktam hallgatni Fábri Sándornak és a különféle stand-upjait, műsorait, visszaemlékezését. És az egyik ilyen műsorában elmesélt egy döbbenetes történetet. Ő viccesnek állította be, de szerintem ez egy nagyon komoly történet. Egy ismerőse a 90-es évek elején egy baptista gyülekezetbe kezdett el járni, és ott megtért. És teljesen átadta az életét Jézusnak. És azt mondta neki ez a baptista lelkész, hogy jó van, ez nagyon jó, de még kéne valami. Ez az életrendezés, ez kéne, ezt nem lehet megspórolni. És azt adta a feladatot ennek az embernek, hogy írja fel minél több bűnét, amit elkövetett, és amit tud, azt tegyen jóvá. Rendszerváltás utáni évek, hát néhány évvel azelőtt a valamikori munkahelyen, a gyárban, ő ugyanazt csinálta, mint mindenki más, hát vitte haza, amit csak lehet mozdítani, mert ugye az közös, ami közös, az meg az enyém. És fölpakolta az utánfutóra az összes lopott holmit, amit a gyárban kivitt, szépen belépte a gyárba, és elkezdte lepakolni a gyárudvarra. És oda ment hozzá a portás, hogy ember, mit csinálsz, minek hozzád színe. És elmondta, hogy hát ő ezt innen ellopta, és ő azóta rendezni akarja az életét, és ezt most visszahozta, mert ez nem az övő, ezt elhúzta. És mondta neki a portás, hogy azonnal vigye ezt, nem keres senkinek. És azt mondta, hogy nem, nem. Az ő főnöke Jézus azt mondta, ezt ide kell hozni. Aztán csinálnak valamit akar. Aztán kaparták a fejüket a gyárba, hogy ezzel a néhány évvel ezelőtt ellopott holmikkal most akkor mit is kezdenek, hova tegyék, mi legyen ezzel a cél. De ez az ember rendezte az életét. Nem tudom, képesek vagyunk. Visszavinni a lopott holmit, mert Jézus azt mondja. Nagyon könnyű ülni a borban és várni arra, hogy az Isten engem megment. Sokkal nehezebb cselekedni és azt mondani, Uram, mivel megmentettél, ezért én most rendezem az életemet. És a másik tapasztalatom az, hogy ez az Isten kegyelme nélkül nem működik. Hogy a saját erőből nem vagyunk képesek, szükséges az ő kegyelme, az ő szeretete, az ő szeretete. És lezárásképpen ezt a történeteket, ezeket a gondolatokat, Istennek ezt az üzenetét, hogy mennyire rászorul, és hogy milyen változást tud bennünk eszközölni, hadd olvassam el Reményi Sándornak a Kegyelem című versét. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszíted köröm szakadti maradék erőt. Akarsz, eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség odok falán zúzod véres koponyát. Azután elolvasz. S ha újra eszmész, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak mindegy, mint hiába. A bűn, a
betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat, hasztalan mostanulták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, szépen, mosolyogva, hogy azt hiszem, a tenyeredben jön. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyában csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Amen. Thank you.
Mennyi édesapjánk, nagyon jól ismersz bennünket. Tudod, hogy milyen sokszor, rengetegszer te kegyelmére szólj. Ha az élet külsőségeit nézzük, akkor sokszor hasonlítunk a farizeusokra, akik a maguk igazát hangoztatják, verik az asztalt, ítélkeznek, hangoskodnak, és azt gondolják, hogy minden rendben van. De ha jön valami nehézség, betegség, szembesülünk a bűneinkkel, bármi, akkor padlóra kerülünk, porba hullunk, és olyanok leszünk, mint ez a bűnös asszony. Olyanok leszünk, mint akik tudják, hogy nélküled a kegyelmed és szereteted nélkül semmi vagyunk. Mélységesen rád szólunk. Köszönjük, hogy ennek nem csak a mélységét élhetjük meg, nem csak a szomorúságát, kilátástalanságát, hanem azt is, hogy tudjuk, hogy te fel akarsz emelni minket a polcról. Te talpra akarsz állítani. Azt mondod, hogy nem válasz bennünket. Hogy te vagy az egyetlen, aki igazán válasz. Megbocsátasz nekünk. Elküldesz, hogy éljük az életünket. Hogy legyünk szabadok, legyünk boldogok. Úgy, ahogy azt te kívánod nekünk. De nem csak, hogy elküldesz minket a nagy világba, hanem arra hívsz, hogy rendezzük az életünket, hogy többé ne védkezzünk, hanem változzunk meg. És talán ez a legnehezebb számunkra. Mert ilyenkor könnyen visszafordulnánk a farizeus élet felé. Te azt mondod, ne arra induljunk el, hanem induljunk el a valódi változásnak az útján. Induljunk el egy teljesen új ember felé. Induljunk el egy olyan élet felé, amely merőben különbözik attól, amit eddig éltünk. Azt is tudod, Urunk, hogy mennyire kényelmesek vagyunk, hogy éppen megijeszt bennünket a változás. Arra kérjük, hogy félünk ettől, akkor bátorságot ad. Ha lusták vagyunk ehhez, akkor folyamatosan noszogassál, piszkáljál bennünket. Egészen addig, amíg bennem következik ez a változás az életünkben. Tudjuk, hogy minden imádságot meghallgatsz. Azért most nagy bizalommal hozzuk eléd azokat, akik nem tudtak eljönni ma este ebbe a közösségbe. Eléd hozzuk a gyászolóinkat. Különösképpen kérjük most egy fiatal testvérünkért, aki a nagyapját vesztette, legyél vele. Legyél az egész családjával. Irgalmazzál neki. Vigasztal őket. Mutasd meg a te hatalmas kegyelmedet. Mutasd meg a te Isten gyengénységedet nekünk. Így kérünk betegeinkért, különösképpen most Gergőért. Hát, hogy mi hamarabb felépülhessen. Hát, hogy hónap este már itt lehessen velünk közösségben. Így kérünk az egész gyülekezetünkért, az adventünkért, a karácsonyunkért, hát, hogy valóban megszületessen életünkben megváltó. Hát, hogy ez örömet és reménységet jelentessen mindenünk számára. Kérünk egyházunkért, magyar népünkért, az egész emberiségért, irgalmazd nekünk. Jézusért kérünk, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteletesség meg te, jöjjön a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenünké. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek Isten megújító, átformáló közössége legyen és maradjon velünk most is mindenkor.